Az Európai Bizottság közzétett egy álláspontot a saját Facebook oldalán. Azt mondják, hazugság az, hogy Európát jobban sújtják a szankciók, mint Oroszországot. Tehát mintha nem is lenne itt semmiféle látnivaló. Érdemes akkor megnéznünk, hogy mégis mi a szankció következménye Európában. 5 súlyos következményt mindenképpen be tudunk azonosítani. Először is, elszálltak az energiaárak. Egyetlen év alatt 42%-kal. Nem mi mondjuk, hanem az Eurostat. A gázárak 24 vizsgált tagállamból 23-ban emelkedtek. Aztán az energiaárak magukkal húzták az élelmiszerárakat is. Ennek az az egyik oka, hogy a műtrágyagyártás nagyon energiaintenzív, és ilyen árak mellett sok gyár be is zárt. És ha a műtrágya ára az egekbe szökik, annak hatásait a boltok polcain is látjuk. A szankciós politika a gazdasági növekedést is fékezi. Mit fékezi, gyakorlatilag meg is állítja. Az Eurostat harmadik negyedéves adatai szerint már 8 tagállamban esett vissza a GDP az előző negyedévhez képest. Még az Európai Bizottság is olyan előrejelzéssel számol, amely szerint az eurozóna az utolsó negyed évben recesszióba került. Tehát ők is tudják. És mások sem jósolnak derűsebb dolgokat. Az OECD szerint a német gazdaság teljesítménye jövőre 0,7%-kal csökken majd. És Angliában sem jobb a helyzet. Ott a leghosszabb recesszió jöhet az 1940-es évek óta. Mivel a szankciók ellátás bizonytalanságot is hoztak, sok helyen fűtéskorlátozások léptek életbe. Németországban például a középületekben nem lehet fűteni a folyosókat és a termeket. Spanyolországban a korlátozás a plázákra és a kulturális intézményekre is vonatkozik. Olaszországban a vállalatoknak 17 fokos hőmérsékletet kell tartani. Plusz-minusz 2 fok eltérés azért engedélyezett. És még egy súlyos következmény, lassul az ipari termelés és tovább állnak az európai cégek. Nézze meg bárki az Eurostat számait. Tavalyhoz képest 6, az előző hónaphoz képest 14 országban esett vissza az ipari termelés. És azzal, hogy Európában 5-7-szer drágább a gáz, mint mondjuk Amerikában, egyre több cég dönt úgy, hogy máshova telepíti a termelést. A német cégek 8%-a tervezi ezt. Ha az Európai Bizottságnál nem hallanák a magyar kormány hangját, legalább a New York Times-t olvasták el. Nem éppen a kormány szócsövéről van szó, mégis azt írják, hogy a krízisben bizonyos mértékig a szankciók ütnek vissza, amelyeknek Moszkvát kellett volna büntetniük. Kellett volna. Ehelyett most Európát hozzák egyre gyatrább helyzetbe. Na ezért kell változtatni.